Drága Moshimo professzor, hogy áll a legújabb találmánya? Tudom, hogy óriási lesz. Őszinte híve, Tommy Turnbull. Drága Tommy, felülmúlt a legvérmesebb várakozásaimat. De attól félek, hogy rossz kezedbe kerülhet. Biztonságos helyre kell küldenem. Valahová, ahol talán megtanulhatja, mit jelent fiúnak lenni. Na, mert ő a robot fiú, Robot Boy. Robot Boy. Térirányító. Segítsenek fel, ez a legkevesebb, amit nem tehetek. Ó, pedig már barátok! Mintha nem vettük volna észre. Új csatorna! Nézd csak, Tommy! Kifolytunk a tejfölből és a hagymás tepertőből is. Szólhatnál édesanyádnak, csak hogy tudja! Igen, azonnal szólok. Két fiúnak távirányítod! Azt nem! Az én otthonom, az enyém! Nincs tévé. Egész nap csak a tévét bámulnátok. Miért nem mentek ki a parkba, vagy olvassatok? Anya! Nem már, az uncsi! Tommy, majd én elintézem. Hé, hey, Mrs. Turnbull! Csodákat tett a hajával! Mert gyönyörű szépet én mondom önnek, ha nem lenne a legjobb barátom anyja! Szép volt, Gus. Hívjunk én fiúnak? Kifelé, fiúk, játszani! Lehet igaz. Annyi jó műsorról lemaradtunk már. Tommy, nézd! Nem lehetne egy kicsit erősebben? Hé, óriási ötletem támadt. Robot Boy valahogy érzékeli a műholdakat. Ha fel tudnánk rá szerelni egy képernyőt, tudnánk fogni minden tévécsatornát. Nem jó ötlet, ha? Na igen, és honnan szerezünk képernyőt? Nem tudom. Talán egy régi kompjúter. Folyton kidobálják ezeket. Egyre jobban tetszik az ötlet. Keressünk kukákat! Oké, Robi, szeretném, ha bekapcsolnád a műhold vevődet. Oké, Tommy. Szuper! Lássuk csak! Ez az! Ó, baby, te vagy a szerelmem! Mindig is téged kívánok! Te vagy az egyetlen, aki számít! Nagyon vicces vagy, Robi! Te vagy az egyetlen, aki számít! Nézzük meg, mi van még ma! Rosa, no significa nada a mí. Usted es el un amor de yo. Mi amor. Sin ti moriría. Vine, mi querido. Besame y dice que me perdonas. Oké, Robi, ebből éppen elég volt. Mi szeretnénk tévét nézni. Úgy teszek, mintha gyűlölnélek. Nézzek vele! Igen, lapáttal fognak téged kikanalazni. A karomon a bérák is nagyobbak a karodnál. A szeklőm nagyobb a te karodnál. Csak erre vagyok képes, túl rövid. Igen, de tudok lapátolni. Én lapáttal szoktam lapátolni. No, ez nagyon jó. Ah!
Szuper! Úgy látszik, a tévéműsor rövidre zárja az áramkört, és azt teszi, amit a tévében látsz. Na hát. Igen? Ez csodás, és talán nem akarod kikapcsolni, mielőtt megfojtala? Jól van. Azt hiszem, inkább leveszem a képernyőt, mielőtt valami baj történne. Nem tudnád megszerelni? Van ma este egy műsor, amit nagyon szeretnék látni. Nagy szívó mutánsok az ég planétáról. Azt nem, túl veszélyes. Tomi, vacsora! Mennem kell. Mindjárt jövök. Ha csak nem jövök én előbb. Rendezvúban néhány agyászívóval. Szia, Gász! Mit csinálunk? Gondoltam, mi ketten nézhetnénk egy kis tévét. Bocs a bicikli zárért. Csak egy kis biztonsági óvintézkedés. Édesanyja mondta jól, a túl sok tévé rossz szettes kifiúnak! Lakók, semmi sem megyed meg! Nem baj, ha kipróbálom az új rakétavető csúzlit. Szeretném tudni, hogy működik. Elég legyen, hallod? Különben... Különben mi lesz, ha? Aha! A szobám! Pajtás, hogy igyek? Te agyatlan! Mondtam, hogy nem szabad rajta tévét nézni többé. Nem nagy ügy. Ő csak kicsi beleélte magát. Lehiggadt, ha vége a mozinak. Igen, tényleg? Láttam azt a filmet, és a végén az idegenek felrobbantják az ország fővárosát. Hát akkor majd lehiggadt, ha kiüti a fővárost, nem? Tennünk kell valamit. Tudom már. A moziban az egyik idegen beleszeret egy földi lányba, és eljön elbúcsúzni tőle. Beöltözöl földi lánynak, és amikor robotba jön búcsúzkodni, csatornát váltunk. Miért kell nekem földi lánynak öltöznöm? Nos, mert csinosabb vagy nálam. Ezzel nem tudok vitába szállni. Mondj csak, Tomi. Szerinted ebben a ruciban dögösebb lettem, ha? Jól nézel ki. Nem jó a színárnyalat, pajtás. Nem illik a bőröm árnyalatához. Gáz, fogd már be az etetődet, hamarosan itt lesz.
Pajtás, annyira idegesnek nézel ki. Dehogy, semmi baj. Nyugi, mi sülhet ki ebből? Hát, szerintem nem nagy ügy, de valamit még nem mondtam el neked a filmről. Igen? Hát, a lány meg akarja állítani az idegent, hogy elpusztítsa a fővárost, és akkor őt is lelövi. Na, ennyi az egész? Azt nem, abban nem vagyok benne! Itt látom! Nem lesz baj, mögötted állok majd. Üdvözlöm, Szerdi lány! Szia, idegen lény, mi újság? Igazán gyönyörű vagy, Szerdi lány! Kösz! Mármint nem hiszem, hogy jó rám ez a ruci, de hát... Milyen kár, hogy el kell pusztítsd! Nem beszélhetnénk ezt át, ha? Nem nagyon érdekel, ha elpusztítod a fővárost is! Mi baj? Nem tudom, valami beragadt! Még veled, földi lány! Tami, csinálj valamit! Csinálj valamit, Jami! Ezt jól kitaláltad, Tami? Yes, mindig bejön az otthoni tévén. Hey, most jutott eszembe, hogy van egy másik film, amit látni szeretnék. A kalapácsos gyilkos, kérem a távirányítót. Most jut eszembe, hogy van valami, amit nézni akartam. Jaj, ne!